Sziasztok, fiúk és lányok! Üdv a csatornámon! Nagyon sok olyan kérdést kaptam az elmúlt napokban, hetekben, hogy első héten mi az, amit érdemes csinálni azért, hogy jó legyen a fél évetek. Úgyhogy ebben a videóban összegyűjtöttem az összes olyan információt, ami szerintem hasznos lehet ahhoz, hogy az első héten odafigyeljetek rá, kiírjátok, kijegyzeteljétek. Az egész fél év folyamán igazából ezt titeket végig fog kísérni. Miért nagyon fontos az, hogy odafigyeljetek a helyes információkra? Azért, mert első héten rengeteg új dolog lesz. Rengeteg új tanár, új nevek, új emberek, új helyszín, minden új lesz. Ezért nagyon fontos, hogy ki tudjátok szelektálni az agyatokkal azt, hogy mire érdemes odafigyelni, és mi az, ami úgymond nem annyira fontos. Szóval minden információ fontos, de oda kell figyelni arra, hogy mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogyha így érthető a különbség. Szóval mindenképp az első, amire oda kellene figyelni, azok a határidők. A határideje a vizsgaidőszaknak, a szorgalmi időszak végének, a határideje annak, hogy mikor van a vizsgajelentkezésnek, ugye a határideje maga a jelentkezés, illetve magának a vizsgaidőszaknak mikor van a határideje. Úgyhogy az a lényeg, hogy ezért mondom azt mindenkinek, hogy szerezzen be egy naptárat, vagy használja az online Google naptárt, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni az, hogyha előttetek van szeptemberben, hogy egészen, nem tudom, januárig milyen fontos információk lesznek. Legyen ez akár a ZH7 mikor van, legyen ez akár, mondom, a vizsgaidőszak, a jelentkezés, az őszi szünet, tavaszi szünet, stb. Szóval nagyon fontos, hogy az első dolog, amire figyeljetek oda, azok a határidők. A második dolog, amire oda kell figyelni, az az, hogy egy tárgyból mik a követelmények. Szóval az első héten nagyon sok mindent el fog mondani a tanár. Onnantól kezdve, hogy Ádám és Éva, egészen odáig, hogy nem tudom, napjaink. És ezért nagyon fontos az, amit én mindig külön fölírok, az az, hogy miből áll össze egy jegy. Ez azért nagyon fontos, mert vannak olyan tárgyak, ahol van egy vizsgád, ami ér 100%-ot. Egész évben nem csinálsz semmit, elmész vizsgaidőszakban vizsgázol. Van olyan tárgyad, ahol nem tudom, 20 darab kis dologból áll össze az ötös, ugye a 100%, mert minden egyes dolog, mit tudom én, 5-10%-ot ér. És például azokból a tárgyakból nagyon fontos, hogy már az első héttől kezdve odafigyeljetek, mert vannak ilyenek például, hogy jelenléti ív. És jelenléti ívnél, ha mondjuk hiányzol, vagy nem tudom, nem jelentkezel órán, nem beszélgetsz, akkor már levonnak 2-3 pontot. Na most, hogyha hetente nem jelentkezel, mert nem figyeled azt, hogy amúgy ez is beleszámít, akkor így a 4-es aljáról fogsz indulni. És az nagyon rossz. Szóval mindenképp arra tessék odafigyelni, hogy melyik tárgyból, ugye 100% az miből áll össze. És onnan fogod tudni, hogy melyik az a tárgy, ahonnan már az elejétől kezdve el kell kezdened foglalkozni azzal, hogy most akkor mit kell csinálni órán, milyen beadandók lesznek, mennyit ér a vizsga, stb. És lesznek olyan tárgyak, ahol meg azt mondod, hogy jó, igazából egy vizsgám van, ami 100%-ot ér, majd akkor megtolom az év végén, ugye amikor a vizsgaidőszak lesz. A harmadik dolog, az egyébként a kedvencem, ez minden professzornál más, és ezért nagyon oda kell figyelni, hogy melyik tanár milyen felületet használ. Mert ugye a Covid óta nagyon sok minden változott az egyetemek felépítésében is. És itt arra gondolok, hogy van olyan tanár, aki például, nem tudom, a Teams-et használja, és nálunk volt olyan, hogy mindent oda kellett föltölteni. Volt olyan tanár, aki ugye a Moodle-t használta, vagy nem tudom, más egyetemeken más a neve, de ugye ez megint egy különböző felület. Volt olyan tanár, akinek csak Outlook-on lehetett írni, mindent ott kellett neki elküldeni, és így nem értettük, hogy miért. Tehát ahány tanár, annyiféle felület, csak nagyon fontos az, hogy például volt olyan, hogy valaki nálunk feltöltötte a Moodle-be mondjuk az esszéjét, és 0 pontot kapott. És megkérdezte, hogy egyébként miért fel van töltve az esszé. És mondta a tanár, hogy ja igen, de hogy ott volt leírva a feladatban, hogy csak Teams-en lehet föltölteni. És nem töltötte fel a gyerek Teams-en, és 0 pont. Tehát ilyenekre is oda kell figyelni, van olyan egyetem, ahol ez rendszerezettebb, van olyan, ahol egyáltalán nem rendszerezettebb. Nagyon fontos az, hogy minden tanár valószínűleg elmondja év elején, hogy légy szíves, Outlook-on zaklassatok, légy szíves, csak Teams-en írjatok, légy szíves, mindent egy helyre töltsetek föl, és azt nagyon be kell tartanotok, mert hogyha nem tartjátok be, akkor igen, lehet az, hogy mondjuk nem ad pontot valamire, mert nem töltötted föl, holott te feltöltötted, csak nem oda, ahova ő kérte.
És mondom, ahány tanár, annyiféle felület, annyiféle kérés, annyiféle elvárás, úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy mindig évelején nézzétek meg, hogy melyik tanár melyik felületet használja, és azt próbáljátok meg igazából így hasznosítani, és elmondani az agyatokban, hogy jó, most akkor ebből a tájból kell esszét írni, akkor ezt muszáj vagyok a Moodle-re föltölteni, vagy elküldeni Outlook-on, mert máskülönben a tanár nem fogja értékelni. Az utolsó dolog, amit mondanék, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mégpedig az órarend. Az órarendet azért kell nézni első héten, mert nagyon sokszor van olyan, hogy felveszitek a tárgyaitokat egy adott időpontban. Ugye? Megvan a tárgyfelvétel, pont. Viszont nagyon sokszor első héten a tanárok még variálják az órarendeket, és erről nem mindig jön értesítés. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy mondjuk te felveszel hétfő reggel 8 órára egy órát, de lehet, hogy az első héten bemész hétfőn 8-ra, lemegy az óra, majd a tanár, nem tudom, szerdán kitalálja, hogy akkor ő most nem hétfőn 8-tól akarja ezt az órát megtartani, hanem mondjuk kedd 5-től, délután 5-től, és akkor ezt átpakolja. És második héttől kezdve a kedd 5 óra lesz a releváns óra, nem pedig a hétfő 8. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy nézzétek az órarendet is, mert egyébként 90%-ban küld róla a Neptun értesítést, ugye ilyen automatikusan beépített értesítést, hogy ez az órám ide át lett pakolva, tüdödő, de nagyon fontos az is, hogy valamikor nem küld értesítést, főleg még most, az elején, amikor ugye még nem kezdődött el élesben a suli, viszont olyankor, amikor nem kezdődik el, olyankor is érdemes nézni, mert hogyha ütközésed van például, akkor azt most kell átalakítanod, és most kell úgy csinálnod, hogy ne legyen ütközésed, vagy hogyha ugye mondjuk nem tudom, mással ütközik, nem tárgyal, hanem mondjuk nem tudom, egy edzéssel, egy munkaidővel, akkor azt is fontos észrevenned. Szóval nagyon fontos, hogy a kommunikáció tartást a tanárokkal, a különböző követelményeket, azt, hogy mikor, mire kell odafigyelni, milyen határidő van, és azt, hogy az órarendednek mi lesz a végleges változata, ami jó esetben az első hét végére véglegesítődik. Rosszabb esetben volt olyan, aki még nem tudom, fél év közben is váltogatta nálunk, szóval ez is megint olyan, hogy tanára válogatja. De ha erre a négy dologra figyeltek, akkor igazából az összes többi dolog az olyan, hogy jó, ha tudjátok, de nem olyan fontos, hogyha esetleg nem tudom, elfelejtitek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy készültök. Következő videó az az lesz, hogy mit érdemes beszerezni, mint fizikai dolog, azért, hogy jobb legyen a suli, hozok egy csomó tippet, úgyhogy ha nem szeretnél lemaradni, akkor iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videómban. Sziasztok!